Az egyházi és a természeti hagyományok leginkább a húsvédon fonódnak össze. Bár ezek jelentős részben eltűnőben vannak, a néprajzkutatók munkájának köszönhetően kiderült, hogy népcsoportonként és vidékenként sok-sok szokás élt. Ez is mutatja, hogy a húsvét a keresztény hit legjelentősebb ünnepe. A húsvét mindennapjához kötődtek szokások, kezdve a barka szenteléstől a víz és tűz szentelésig, vagy a tojás festéséig, mely a perzsa időkig nyúlik vissza, és van jelen az emberi kultúrában. A tojás talán a leginkább közkeletű jelképe az ünnepnek. Ez is egy ősi motívum. A tojás igazából az újjászületésnek, vagy az új életnek is a jelképe. Most az érdekesség, ugye, hogy ez a tojásnak ez a húsvétkor is tapasztalható funkció igazából nagyjából itt a Kárpát-medencéig maradt meg, tehát Kelet-Közép-Európában maradt meg, nyugaton annyira már nem jellemző. A világi szokásokban a locsolkodás az, amelyik még átöröklődött, mely a megtisztulás jelképét hordozza. A húsvét hétfői szokás azonban nem volt elterjedt mindenhol. A Tolna megyében is vannak olyan települések, hogy például Báta vagy Cikó, ahol a 20. századig nem volt locsolás. A 19. században korábban nem gyakorolták ezt a szokást. Bár a hagyományok az élet modernizálódásával eltűnőben vagy átalakulóban vannak, a valláshoz kötődőek, mint az ételszentelés vagy az Emmaus járás azért megmaradtak.